Teltház mellett rendezték Szigetszentmiklóson a Magyar Táncsport Szakszövetség kétnapos bajnokságát. Az esemény házigazdája már az első nap kezdetekor rekordszámokról számolhatott be. Mintegy 20 kategóriában, különböző formációkban és páros táncokban hirdetünk bajnokot a mai napon, és a formációk miatt, ahol akár 12 fő is lehet egy csapatban, itt a létszám legalább 200 fő a mai napon, akik táncolni fognak és megmutatják a tudásukat, de ez az következő napokban ez csak fokozódni fog, ez a létszám. A magyar bajnokságon valamennyi korosztály képviseltette magát. A legfiatalabbak még nem töltötték be a 10. évüket sem, míg a szenioroknál többen már az 50-et is. A legnagyobb érdeklődés azonban, ahogy a máskor is, a felnőtt standard és latin bajnokságot kísérte. Tovább folytatta a versenyen remek sorozatát a váradi szilvesztri páros, akik immár 9-szeres magyar bajnoknak mondhatják magukat. A mai mezőny úgy gondolom, hogy egyre jobban jön felfelé, tehát tényleg fejlődik az egész ország, szerencsére azt látom minden kategóriában is egyre többen vagyunk, úgyhogy szerintem jó irányba halad a versenytánc. Igen. A verseny rangját a nagyszámú induló és a rengeteg néző mellett az is jelezte, hogy a zsűriben sem csak a hazai legjobbak voltak ott. A kontinens legelismertebb bírái közül is sokan pontoztak a vetélkedésen. Szigetszentmiklós legközelebb február 18-án és 19-én lesz ilyen rangos verseny házigazdája, akkor a Hungarian Dance Open-t rendezik majd ugyanígy.